Ősztől országos kampány népszerűsíti majd a nevelőszülői hivatást. Erről beszélt a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Budapesten. A gyermekvédelmi rendszerben lévő több mint 20 ezer gyermek kétharmada nevelőszülőknél él. Borsodabaui Zemplénben több mint 300 nevelőszülői család van, náluk több mint 1000 gyermek van. Te kezdesz abból, mi kezdünk abból. A stratégia átbeszélve kezdődhet a harc. A konyha és a nappali hamarosan összecsapások helyszíne lett. A három fiú testvérként játszik együtt, pedig közülük csak ketten azok. A harmadik fiú és nővére 8 éve került a családhoz. A saját gyermekeim is elfogadták őket, ők is minket, úgyhogy egy családként. Nyilván élünk itt szépen. A gyerekek hamar beilleszkedtek, bár a kezdet nehéz volt. Mitterpakné Márkus Beáta azt mesélte, az első hónap volt a legnehezebb. Ennek ellenére megérte belevágni, hiszen a férjével segíteni szerettek volna hátrányos helyzetű gyerekeken. Nekem édesanyám dolgozik ebben a szakmában, úgyhogy helyek közben tudtam, hogy miről van szó, ha a nevelőszülőség szóba kerülhetne nálunk itt a családban. És mindenkivel átbeszéltük, az összes családtaggal, hogy mit szólnának hozzá, hogyha mi is nevelőszülőként tevékenykednénk. Úgyhogy eldöntöttük, és szépen megcsináltuk a tanfolyamot. Borsod megyében több mint 300 nevelőszülői család van. Ez viszont kevés, jóval többre lenne szükség. Földesi Judit szerint az is fontos lenne, hogy többen válasszák ezt a hivatást a nagyvárosokban. A gyermekeink óvodába, iskolába járnak, nagyon sok közöttük a különleges szükségletű, sajátos nevelési igényű gyermek, akik számára nevelési tanácsadás, speciális iskola, illetve egészségügyi ellátás szükséges, és hát nagyobb városokban, településeken ezek az ellátások sokkal könnyebben hozzáférhetőek. Az állam ősztől kampánnyal népszerűsíti majd a nevelőszülői hivatást. A jövő évi költségvetésben 850 millió forinttal több jut a nevelőszülői hálózat fejlesztésére. A nevelőszülői hivatás az egyfajta felhívás is a társadalmi felelősség vállalásra, hiszen a nevelőszülők éppen egy adott helyzetben, egy nehéz helyzetben vállalják, lehet, hogy számukra addig ismeretlen családban nevelkedő gyermeknek a nevelését. Éppen ezért a nevelőszülőség támogatása az a családok támogatását is jelenti. A kampány középpontjában azok a gyermekek állnak majd, akik valamilyen gyámügyi védelem alatt állnak. Ez több mint 23 ezer 8 és 25 év közötti gyermeket és fiatalt jelent.